A nagy forgalom és a zajok ellenére is nyugodtan pihennek Topolya fáin az erdei fülesbaglyok. Néhányan alszanak, míg vannak, amelyek pislogva figyelik az arra járókat. Az Artusz Környezetvédő Egyesület bagolylesén távcsővel szinte testközelből nézhették meg az érdeklődők az éjszakai ragadozókat. Főként gyerekek érkeztek. Hasonlított a fára, illetve pislogott, tehát ott nyugodtan ott volt, mert napközben ugyebár nem vadásznak, hanem napközben alszanak inkább, mint hogy más csináljanak. Topolyán visszatérő vendégek a baglyok, több fajuk is él itt, de a leggyakoribbak az erdei fülesbaglyok. Már 30 éve tartják nyilván ezt a telelőhelyüket. Jellegzetesen egyébként mezei pocokkal táplálkoznak, ami az véget nagyon fontos, mert hogy ugye nyilván ezzel nagyon sok közvetlen hasznot is hajtanak a mezőgazdaság, illetve hát az ember számára, és itt a topolyai telelőhelyen történtek nagyon komoly felmérések is, tehát ebből is tudjuk azt, hogy attól függ, hogy mekkora mennyiségben áll rendelkezésre a mezei pocok, ettől függően kb. 50-70% között ingadozik a mezei pocok aránya a táplálékukba, de mindig egyébként a mezei pocok szokott lenni a domináns. 50-60 erdei fülesbagoly számlálható össze a város központjában, volt azonban olyan év is, amikor közel 200-an voltak. A bagoly éjszakai állat azonban már szürkületkor útnak indul vadászni, ezért fokozatosan kell figyelni az utakon is, ugyanis gyakran megtörténhetnek a balesetek, a bagoly pedig védett állat.